Gratulálok, megvan az első, megvan a kötelező. Úgy látszik, annyira nem zavarta meg a fejeket, hogy két napja kiderült, hogy más lesz az ellenfél, és nem az, akire készültetek. Igen, alapból nagyobb volt a fókusz a svéden és a japán válogatotton. Most tudtuk meg mi is tegnap, hogy ugye az angolok ellen fogunk pályára lépni, nehéz ilyenkor vakon belemenni egy meccsbe, kellett egy pár perc, amíg megismertük egymást így az ellenféllel, és fel tudtuk venni a saját ritmusunkat, de magunkra kellett koncentrálni, és a többi mérkőzésre. Kitűztetek erre a meccsre bármilyen célt, akár számszerű, akár bármi más? Igen, a fél időben megbeszéltük egymás között a lányokkal, hogy maradjunk 10 kapott gól alatt, de sajnos kicsúsztunk egyet. Hát ez így sikerült, de azért 5 gólt kaptunk a második fél időben, jól számolom, azzal elégedettek lehetünk. Megjegyeztem egy momentumot 37-9-nél, volt egy kapufád, és iszonyat dühös voltál utána, mint hogyha nem tudom, egy X-es meccs lenne. Hát maximalistának tartom magam, szóval mindig zavar a hiba, ha becsúszik egy-két hiba, de nem baj, inkább ma, mint holnap, szóval hát ilyen vagyok. És aztán nagyon gyorsan sikerült kompenzálnod, mert rögtön utána gólt dobtál. Igen, jó, hogy pozitívan tudtam zárni ezt a meccset, meg remélem a lányok is így érzik, és egy pozitív lökettel tudunk belemenni ebbe a holnapi napba. Igen, elég sok minden működött ma, akár a szélsőjáték, akár a beállójáték. Ebből le lehet vonni bármilyen következtetést egy ilyen meccs után? Szerintem nem szabad már többet ezzel a meccsel foglalkoznunk, azokat kell... Próbáltunk úgy készülni, hogy ami jó lehet a svédek ellen is, mondjuk védekezésben összecsiszolódjunk még jobban. Minden meccset, edzést ki kell használnunk, hiszen keveset vagyunk együtt, és tényleg az összhangnak meg kell, hogy legyen. Ez volt ennek a mainak a célja, hogy most is csiszolódjunk, készüljünk, és a holnapi nap lesz majd a fókuszban már ma. Igaz, ma még nem volt teltház, nyilván majd a kulcsmeccseken már lesz, de milyen volt Debrecenben a hazai pályán pályára lépni? Mindig óriási élmény, rengeteg jó emlékünk van szerintem a csapatból többünknek is, és nagyon remélem, hogy egy újabbból gazdagodunk most a hétvégén. Igen, és akkor holnap jön egy sokkal fontosabb meccs a svédek elleni. Mivel fog telni ez az egy szűk egy nap, ami van a meccsig? Hát most már, ahogy bemegyünk az öltözőbe, már a többiek el is kezdték a regenerációt, ilyenkor jegesdézsában állunk egy pár percet, és tényleg minden csak a regenerációról szól, hogy holnap a legjobb állapotban tudjunk testileg belemenni ebbe a mérkőzésbe, és persze videózunk, készülünk, hogy mentálisan is ott legyünk. Majd most nézzük ezt a svéd-japán meccset, abból is készülünk, ezzel telik így egy napunk. Itt nézitek meg? Az első fél időt úgy tudom, hogy igen, a másodikat nem biztos, hogy itt fogjuk nézni. És mi lehet a kulcs? Hogyan lehet megfogni egy ilyen bombaerős skandináv válogatottat? Én bízom abban, hogy ez a hazai környezet majd ad nekünk egy plusz löketet is, hiszen a VB-n is amúgy közel jártunk ehhez a sikerhez, mert ha most a papírformát nézzük, nem feltétlenül mi vagyunk az esélyesek, de én úgy gondolom, hogyha a szívünket, lelkünket kitesszük a pályára, meg tudjuk fogni ezt a svéd válogatottat, és ez lesz a célunk.